az ütésnél. Figyelj arra, hogy mindig egy egyenes vonal mentén is. Hát ha jön a kezed, ugye az egy dolog, hogy átmegy a középtengelyen. Utána egy fordul be a kéz. Tehát ahogy jön az ütés, ugye itt még a bordától nem tud bevenni. Ugye egyértelmű, hogy a középtengelyre jön az ütés, ezen át kell menni a kéznek. Na most, hogyha a kezed nem forgatod be, a kez kint marad. Hát ahogy megy a kezed, mutatom, és csak jön át a középtengelyen, ugye a könyök, hogy még nem tud mozdulni. Ahogy jön be, nem be akarom csak húzni, mert ha valakinek nagy a melizma, akkor nem fog tudni behúzni. Hanem itt elkezded, ahogy jön, elkezded forgatni. És ettől, mert egyébként kimarad a könyököd. És a visszaható erőtől elmegy a vállal. Csinálj egy ütést előre, és úgy, hogy a könyököd hagyd ki, tehát ne forgass be. Itt, amikor megint szólni, egyrészt van itt egy törés. A sérülnek a csuklód. Másrészt, dolgozzon visszaható erőtől. Hát amikor megint szólni, akkor az vissza is hat. Ezt beforgatod. Nem kell túlzásra vinni, csak lazán, így. Akkor ez azért sokkal jobban le tud vezetni, bele is sűrjesztesz egy kicsit. Nyomod a talajt lefelé. Akkor sokkal stabilabb vagy. Hát nagyon fontos, hogy a könyvek, nem azért ide behúzok és itt tartsuk a kezéket, hogy valaki tengelyébe tudja húzni a kezét ide, hát az a másik véglet, de ez se jó, meg ez se jó. Tehát ide beforgatod. Gyakorlatilag, ha ráteszed az ökölre, meg a válcsúcsra a kezedet, akkor a könyék nagyjából itt van, a könyéknek a közepe, a kéznek a közepe, az itt van a bot alatt. Tehát a kezednek a tengelye a bot alatt van. Így. Nem lehet ilyen, mert akkor sérül a csuklód. Nem lehet ilyen, mert akkor sérül a könyököd, meg a vállad, meg a csuklód. Tehát fontos, hogy ezt így külön becsavarni. Még egy nagyon fontos dolog, ugye sokan hangsúlyoznak, hogy a Wing Chun-nál ez az alsó három az ütő, ezer ütő. És ugye megy ki a kéz, és úgy ütnek, tükör most jól látszik, hogy így kitolják, és így érkezik. De igazából nem ettől lesz erős az ütésed. Hanem attól lesz erős az ütésed, hogy megérkezik a felső, tehát ezzel függőleges, a felső két ütő, és ahogy érkezik, itt beletolok. És ennek a tolásnak ugye a szemtoló szinten igazából még csak a kezet, a könyököt használjuk. Én nagyon fontos, hogy az ütésre ezt mondhatnám, hogy nem az ököllel akarlak megütni, hanem a könyököt tolom előre. De alapvetően az a jó, amikor eljutsz majd haladok itt arra a szintre, hogy az ütés az egész nap talapból indul el. Ugye, ha csak ez a három ér oda, és el úgy érkezik, hogy már így, akkor ilyen az ereje. Ha csak az ököllel ütök, csak a könyékkel, akkor ilyen az ereje. Ha én ezt elindítom egész a lábhoz, akkor meg ilyen lesz az ereje. Tehát van egy plusz belemozgás. Ilyen plusz, amit tanított ez a rásülyeztet. Ugyanez a lényege, innen lentről indítunk. És ezt haladók már kezdik is érezni, hogy éppen nekik honnan indul az erő. Jó? Értem szerint, hogy nem azért, hogy ilyen kis távolságból meg tudjam ütni, de ha innen meg tudom úgy ütni, hogy neki ez fáj, és ugye ez elmér sokat, hogy ez a borderman az kellemetlen, akkor azzal tudsz valamit kezdeni. Akkor az ütésnek van ereje, az ér valami. Jó? Tehát üt, megy a kéz, és üt. Na már most, még egy nagyon fontos dolog, ezt a formába is, nem most, hogy nyugodtan. Ne fölfelé. Ha fölfelé ütök, annak nem lesz ereje. Az erő, akkor fogja magát, és ebbe az irányba megy el. Egyenesen. Ez egy behat, ez egy lyukasztöltésnek hívják. Itt fogom. Tehát ennek előre. Mindegy, hogy én most feldén egyenesen, vagy feldén lefelé, vagy vízszintesen ütök. Tehát üthetek én ezonon lefelé is. Vagy üthetek én csönszóval ára egyenesen, de mindig egyenes. Ugye az egyenes nem vízszintes jelent. Jó? Ezért van az, hogy például ha gyomorra ütök, akkor kiemelem a könyöt, mert tehát oda mutasson, ahova ütni fogok. Jó?
Hát nem sűrűnek, de akkor kiemeljük a könyvünket, nem? Igen, tehát ha lefelé akarok ütni, akkor kiemelem, mert itt van a kezem, innen lefelé ütök, nem lesz ereje, mert elcsúszik. Átfordítom és onnan ütök lefelé. Ha fölfelé akarok ütni, akkor leengedem a könyvek egy picit és onnan ütök fölfelé. Úgyhogy nagyon fontos, hogy árra és onnan ütnék ököllel. Mert ez kemény, megsérülhet a te kezünk, az a teával. De az én kezem is. Tehát a keményre, az álcsúcsra, maga az álkapocsra, inkább tenyeres. Ahol lágy rész van, itt például kiütési pont, ide igen, ide jó az ököl. A mellcsont az, ne, tehát az kétesélyes, mert csont ugyan, de ugye középet van a mellcsont, csatlakoznak hozzá a bordák, de porcosan, és a porc az könnyen törik. Mm-hmm. Tehát ha a mellcsontot megütik neki rendesen, akkor a porcok azok törnek. Oda lehet, és mivel sűjjezte, oda tegyes nem biztos, hogy bemegy. Ha nagyon megizom, akkor fölfogja, oda mehet az ököl. De nyakra, ára, orra nem ökölelítnék. Sokkal brutálisabb a tenyeres ütés. Jó? Úgy, mint hasra, nem igazán ütnék tenyérrel. Mert gyakorlatilag az izmokon jobban elmegy. Ott az ököl, vagy a szúrás. Ugye a szúrásról fontos, hogy nincs nagy, nem egy gyilkos technika a szúrás. De nagyon tud fájni, váratlan, meglepő fájdalom, és elvonja a figyelmét. És ezzel lehet egy picit bontani a védekezést, és aztán betámadni. Jó? Na, tényleg ez az ütéshez. Oké, még egyszer. A könyököd fontos, hogy ne csapódjon. Mi az, amit csinálsz ütés közben? Mire gondolsz, mire figyelsz? Hát formánál vagy egyébként? A formánál ugyanaz, mint egyébként is. Én azt éreztem meg, hogy ha én meg akarok ütni valakit, akkor nem itt akarom megütni, hanem itt. Egyrészt mögé célzol. Mi az, ami megy előre? Mi az, amire figyelsz? A könyöködre. Igen. Mi az, ami mozgatja a könyököt? Melyik izmok mozgatja? Lapocka környéki, a borda közi izmok, tehát nem a biceps, ez nagyon fontos. Hanem ezeket az izmokat, meg ezek az izmokat, meg a mellizmok vannak a munkában. Ez egy nagyon fontos dolog. A másik az, hogy ha az ember az innentől, hogy elindul a kezdet, már ütni akar, ezzel egy probléma van. Nem lesz ereje. Lesz ereje. Csak nem tudsz módosulni. Pontosan, mert azért nagyon arra koncentrálsz, hogy üssél, és megfeszülnek az izmok ahhoz, hogy üssél. Már az indulásnál is azért egy kicsit úgy állok, hogy üssél. A kéz úgy kezdve, hogy utazik. Tehát van egy utazás, amíg eljutunk valahova, és a végén, amikor ott a kezem, innentől lesz csak ütés. Nem volt. Tehát csak a legvége ütés, nem már itt én úgy ütni akarok. Mert feleslegesen megfeszülsz, ez utazik. Utazik, 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 és a legvégén ütsz. Ez azért nagyon fontos, mert ez minden technikánál igaz. Ha jön egy ütésed és táncol a védek, nem az olyan, hogy én már itt elrögtem, hogy táncol fogok csinálni, hanem hozzá akarok érni. Ha itt az a feladat, hogy táncolok csináljuk, de utána neked jön a másik ütésed, akkor itt lemaradok, mert én a táncolra koncentrálok. Ha az a célom, hogy utazzam a kezem, csinálni egy táncolt, nagyon gyorsan váltok. Tudok váltani. Ha úgy gondolom, hogy jön fel az ütés, és én rá akarok védeni, és te közben lentre váltasz, de én táncot akarok csinálni, akkor hiába látom, hogy váltott a kezed, nem tudok utána váltani. Mert én már itt táncot akartam csinálni. Megy a kezem, utazik, hogy fölvegye a kontaktust, és hogyha te váltasz, akkor utána megy. Mert laza. Tehát nagyon fontos, hogy csak a legvégén csinálom meg a technikát. Legyen az ütés, legyen védés, bármi. Odáig a kezem csak megy előre. Csak keresi a kontaktust. Jó? Tehát nem innen én már az van belem, hogy ütök, nem, megy előre a kezem, és a legvégén, amikor ott van, akkor ütök, akkor lesz ütés. De csavard be a kezedet, különben a könyököd fogja bánni. Megy lassan, megy a kezed, lassan, és ahogy van helyed, itt már fordatod be. És más érzés, mert ha így megy a kezed, akkor itt mindig a könyököd ütői csapódik egyet. És ez nagyon nem tesz az izületnek. Ez előre tol. Ne akar ütni, akar áttolni.
az öklödet tolod, a könyöket, felejtsd az én kezemet. Tehát nagyon fontos, hogyha ha megfogom a kezedet itt, és megpróbálom visszatartani, és te az öklödet a plenerről előre vinni. Nem megy. Nem megy. Oké. Most szépen lassan csak a könyöködet. Tojad. Könyöködet. Folyamatosan. Mert ilyenkor más izmokat használsz. Tehát ilyenkor valóban hát kicsit a vállizmokat is bevallod, de nem megfeszülnek. A lapocka környéki izmokat, a borraközi fűrészizmokat, a melizmokat használok, tehát tényleg más izmokat. Hát ez a imának nagyon fontos jelentősége lesz itt, mert éreztem, hogy hát valahonnan meríteni kell az erőt, és ha nem jó a imád, akkor... Pontosan. Ez olyan, mint egy akármilyen magas torony. Ha stabil az alapja, akkor jöhet a szél meg a földrengés, megmarad. Ha nem sokkal az alapja, bármilyen fantasztikus mérnöki munka, lehet, hogy nem fog leomolni, csak az egész így elgyől földön. Ne csapódjon ki. Ez egy folyamatos mozgás. És a könyököt forgass be neked, a könyököt ide néz ki, ennek ide be kéne jönnie. Tehát ahogy van helyed, lassan, ahogy van helyed, itt már csavarodik be a kéz. És itt nem csapódott a könyökizet, és akkor a könyök gyakorlatilag, ha tengelyt átszúrnánk, akkor 45 fokba áll. Neked viszont így állt a könyököd. És ettől meg fog sérülni előbb-utóbb. Még egy nagyon fontos dolog. Meddig nyújtod ki a kezedet? Hát én nagyon szeretem eddig, mert ha nagyon kinyújtom, akkor itt már... Igen, tehát neked is negatív könyökön vagy gyakorlatilag, hogy fölfelé fordítod a kezedet, akkor itt ugye látszik, hogy ez ilyen. Nagyon fontos, hogy az ütésnél és a rugásnál is a kéz csak addig megy előre, amíg a könnyék, ha nem húzod be, akkor nem lesz jó. Lassan. Amíg a könnyék előre felé mozog. Ja. Még mehet. Abba a pillanat lassan megy. Itt megáll. Innen már fölfelé mozogna a könnyék. Ja. Tehát itt meg kell állítani. Meg sokszor kérdezik, hogy de hogy döntsem el, hogy itt álljon meg, hogy hol kell megállítani. Hát miért? Amíg előre felé megy a könnyék. Abban, hogy elkezdve fölfelé mozdulni a könnyék, az adott megállsz. Tehát ez adja meg a pontot. Nincsenek szögek, nincsenek olyan minimételek, meg 23,5 fokba kell, hogy kimenjen a kéz. Érzések vannak. Meg én azt vettem észre, amikor gyakoroltam, hogy ha nagyon középvonalra dolgozok, akkor ennél ezt a technikát, hogy hívják, amikor átmész üvegszobába, hát, akkor automatikusan, amivel középre próbálok dolgozni, a vállam előre. Igen, ez egy másik nagyon fontos dolog. Tehát, hogy itt, amikor hozod vissza, hogyha még középre is dolgozol, én azt vettem észre, hogyha középre is dolgozol, de hozod vissza, akkor itt már automatikusan vissza megy a vállad. Mert ha ott tolod ki, hát én nem tudom, akkor ott szerintem itt elevét van a vállad, ha bent próbálod megcsinálni ezt a ilyen szobába. Nem az a lényeg, hogy a vállad itt egészen hátul legyen, az a lényeg, hogy ne legyen kinyitva. Igen, mert hogy itt ez most nyitva van a vállad, itt gyakorlatilag az izlet kinyitva. De hogyha így ezt, ha meghúzom, akkor megállhatod a gerbonom. Ha helyén van, akkor ez nincsen. De ettől még ez jöhet jobban, és nem itt ki oldalra. Tehát ahogy megcsinál az ütést, gyakorlatilag ugye, ha itt a gombsor közvetlen kelljen, itt van, ez itt nyílik. Tehát olyan, mintha itt lenne egy cső, vagy bridge benne lenne a kezed, ez itt forog. Tehát nem viszed így ki. Nem szabad ki. Nem viszed ki. Nem, ez itt. Jön szal. Mert sokszor, hogyha én így csináltam, sokszor rám szóltak az instruktorok, hogy elverem a vállam, és az nem jó. Hogyha középült csináltam. Más az, hogyha kinyílik a vállizlet, és más az, hogyha az ütés mi előre mozdul egy kicsit. Tehát nincs teljesen hát, nincs itt hátul. Ha. Mert ez a másik féle. Tehát hogyha úgy tudod hátulat, mint feszíted, mereven tartod, akkor a kezed vele akkor az nem lesz jó. De az sem, hogy ez itt jó helyen van. Itt, ha meghúzod a kezemet, akkor jössz te is. Megyek én is. Ha egy kicsit előre viszem a kezemet, és meghúzom, akkor ezt az egyensúlyon. Tehát meg kinyitottam a vállizületet. Tehát az, amikor azt mondjuk, hogy húzd hátra a vállalat, csak arra szoktat rá, hogy az izületet tarts zárva. Ne nyíljon ki. Tehát van egy izületi vápon, van a felkarcsontnak a vége, ez a bütyök, és amikor előre jön, az egész jön előre, az nem baj. Az a baj, hogy csak ez így jön előre.
Mert onnan fogva, akár a visszahatőr, akár az ütésnél, ugye, amikor ha nagyon kinyújtod a kezedet, borulsz. Ha ezt, ne húzz a vállat, csak ezt egy kicsit összép. Már stabil van. Sokkal. De ezt úgy tanulja meg a kezdő tanítvány, hogy lazán húzza hátra a vállat. Szóval az van a hangsúly, hogy lazán húz hátra a vállat. Nem az, hogy mellene nyugtass, mert az a másik élet ugyanúgy fel fogsz borulni. Mert lazán húz hátra. És akkor, akkor az erő, ami hat, az szépen jön a karon, a vállon, gerinc, lába, levezet a talajba. Levezet a talajba. Sokkal stabilabb. Jó? És ugye mindig ide jutsz középre. Hát én nem tudom teljesen középre vinni, mert én már úgy érzem, hogy ha teljesen középre viszem, hogy akkor már nyúlik ki itt a legyen. De nem tudja középre vinni. Ezt viszed le. Uh-huh. Ja. Ez gyakorlatilag ugyanúgy, mint a tánszamnál. Ó. Tehát nem az a lényeg, hogy most itt maradjon ki. Hát most itt maradjon a válasz, ezt nem menjen be, hanem maradjon, hát azt mondom, hogy maradjon az ízületi topba, ne nyízz szét a válizületi vápát meg a felkarnak a... Szóval ez ugyanaz, mint a tánccal? Ugyanaz, gyakorlatilag igen. Aha. Csak a tánctól kimegy oldalra. Itt maradsz arra, hogy ez, ha már egy, ha ugye ez egy egység maradjon. Akkor így igazából, mintha egy csőbe lenne. És akkor így... Az a lényeg, hogy az ízület, meg a kar, meg a vál, az egy egységet képezzen. Uh-huh. Ne szedd szét darabokra. Ne váljanak el, mert akkor nem tudják támasztani egymást. Tehát ez olyan, hogy a téglákat. Vannak olyan... láttam egy videót valamelyik nap, nagyon jó pofa, biztos láttam ilyen fotót, hogy folyóban köveket, különböző köveket elhelyeznek, hogy ott látom bambuszokat is ilyen, össze-vissza. Mm. És mégis megáll, mert pontosan a helyén van minden, és kiló fél métert az egyik, a másik itt az egyharmadánál van, mint a tolonydalonnál, aztán másik irányba ló, tehát egyensúlyba tartják egymást. Egymáshoz képest úgy helyezkednek el, hogy kontrollálják a másikat. Mm. Itt is ez van, hogy ne, nekem a kezem jöhet ide is, ide is, ide is. Lehet olyan, hogy itt jövök, itt vagyok, és jön egy ütése, és nekem innen, bocsánat, ide is jön. Innen kell védenem. Uh-huh. Tehát a testemhez képest nem közép, hanem teljesen oldalt vagyok. De hiába ütsz, akkor is a struktúrám jó, hiába nyomod ezt a kezemet, nyomd rá. Nem lehet rám. Ja. De azért nem jó, mert belemegyek. Akkor kezd el így nyomni, vagy kézzel fogd meg, azt nyomd rá. Aha, nem megy. Meg tudom tartani. Aha. Mert a kezemen keresztül, ha jó helyen van, és ha meghúz, ugyanaz, hogy az egész test. Ha jó helyen vagy, akkor az erőt levezettem a kezek, vál, gerinc, lába, magán a csontrendszeren keresztül a talajba. És a földet nyomod, az meg elég stabil. Ugye? Tehát ez a fontos, hogy az ízületek minden helyén legyenek. Ütés közben is. És akkor simán, akár ide is üthetsz neki. Miért ne üthetnél? Ugye akkor már érdemes ráfordulni. Meg a forma azért tanít, hogy ne hogy középre támadj, hogy megszokd azt, hogy mindig a középtengelyt támadjuk. Uh-huh. A középtengely, mi a középtengely? Sokan azt gondolják, hogy a középtengely, hogyha a fejtető, meg a gát, ez van a bujjin pont, és ez a középtengely. Ezt most végig tolnám. Ez egy csalóka. Nem igazán tengelyre, sokkal inkább sávról kéne beszélni. A középső sáv, az gyakorlatilag a nyak vonala így lefelé. Meg itt is. Tehát olyan, mintha a fejed, illetve a nyakad egy téglalapként képzelnénk el, ez a középső sáv. Igen, tehát a törzset gyakorlatilag három részre osztanánk. Törzs egyik volt, bal oldala meg a láb, középső része meg a nincs láb, jobb oldala meg a másik láb. És a középső. És innen is így támadom, innen is így, innen is. Tehát mindig a középtengelyet, a középső sávot támadom. Ez jelenti, nem csak a tengely, mert a tengely ez egy vékony, az egy hajszál vékony lenne a tengely. Hát azt nem is tudja eltalálni. Nehéz, könnyen elmászol. Ezt a középső sávot támadom. Jó? Na. És ezért, hogy megszólt, egyrészt, másrészt ugye az ütés, a legegyszerűbb védés az a kontraütés. Jön egy ütésed, ezek között átvédek. Na már most, hogyha neked ezen a vonalon jön az ütésed lassan, és én a csuklót ugyanaz a vonalon viszem, akkor összeütközünk.
Az mint a mesében, amikor a Pataföld ott a Pallosz, mind a két kos át akart menni, és egyik sem ment félre. És nem félt előbb-utóbb, valamelyik belevonul a víz, vagy mit a kettő. Hogyha neked ezen van, jön az ütése, és én átmegyek a csuklóval, de majd aztán a könnyék, ahogy jön be, tehát nem fontos, hogy nem a kezemet hozom vissza, mert akkor ilyen lesz a mozgásom, hogy így ütök. Nem. A könyökömtől előre, és majd a szépen beforgatja a kezemet, de megint nem fog többet, tehát itt nem szabad kiesni. Igen. Ezt a hangot, ez a súrlódást, ezt végig hallani kell. Hogyha ide befogom a botot, és én így ütök, akkor kiesni. Mert nem forgattam be a könyökömet. Tehát ez így, hogyha innen ütsz, és így kimarad a könyököd, akkor ez leesik. Ha behozom a könyököm, akkor ez nem esik le. Mert itt az izom megtartja. Aha, és most bent van a könyököd. Nézd meg, hogy így mutat a könyököd. Most jó. Tehát mindig így kell. Jó? És nem úgy, hogy megy, és a végén megnyomod, begyorsulsz. Nem. Ez egy egységes. Ez egy folyamatos mozgás. Szokd meg. Ne akar ütni. Ha ütni akarsz, már ráfeszülsz. Hát. Rakj így a kezed. Másikat egyedet, hogy bevegyek ütni. Lazán így. Hogyha én ezt meg akarom ütni, akkor ilyen lesz, mert feszülök. Ha nem akarom megütni, csak ütöm el a kezemet, akkor meg ilyen lesz. Mert lazán. A pofon. A lányok iszonyatos pofon tudnak adni. Igen, tudom. Miért? Mert nem gondolkozik, nem erőlködik, hogy csú, lazán, iszonyat gyorsan, és a sebességtől lesz nagy ereje az ütésnek. De ahhoz, hogy nagy legyen a sebesség, ahhoz lazának kell lenni. Ugye? Igen. Az, hogy a pofon vagy az ütés mekkora energiával csapódik be, az a kezednek a súlya, szorozva a sebesség négyzetével és osztva kettővel. A kezed súlya az adott, az nem tudsz változtatni, van egy öklöd, ez van egy súlya, kész. Most nem teszel rá egy csuklós mutak, az nem lesz nagyon. De a tempója, a sebességét tudsz változtatni, és ettől lesz erősebb az ütése. De fontos az, hogy nem kimegy is, hogy belenyomom, mert akkor megfeszülsz, az még végez is. Pá, lazán. Jó? Oké. Ahogy kiment a kéz, kimegy a kéz, nyílik, ugye a csukló ugyanott marad, hűen összehajt, az ujjak már szétnyílhatnak. Itt az a lényeg, hogy az alkarodat megerősítsd. Uh-huh. És innen, amint alá lenne támasztva a kezed, és ez a támaszték, erre ráteszed. És eltűnik a támaszték, és megy lefelé. Na most itt a Wing Chun mindig két erővel dolgozik. Tehát mindig legalább két erőirány van. Amikor hozod le a kezed, ez a két erőirány az, hogy a csuklót lefelé ejted, csuklót lefelé, és közben, fontos, hogy nem utána, nem az, hogy egy-kettő, hanem közben a könyököd meg hátrafelé húzod. Ettől fog működni, hogy megfogják a kezedet, hogy jó erősen. Ha én csak a csuklót akarom lefelé vinni, akkor ez lesz. Nem, semmit nem érek el vele. Ha a könyököm rángatom átra, akkor meg ez lesz. De ha megvan az, hogy a csuklót lefelé, a könyököd hátra, akkor ez lesz. Akkor működik. Mert miért? Megindul lefelé a kezem, te elkezdesz kompenzálni, hogy fölfelé húzzák, de közben ez is megy hátra. És két erőt nem tudsz kompenzálni. Nem tudod kimérni, hogy melyikre mozdulj rá, merre tarts ellen. Az ütésnél is ugye két erővel dolgozunk, a kontraütésnél. Egyrészt van egy előreható, tehát egy erreható erő. Hozom be a könyököm, az meg azt jelenti, hogy túlja ki a kezedet. Van egy oldalra ható. Ennek az eredője lesz majd egy átlós erő. Tehát gyakorlatilag van egy erőre, de csak erőre, hogy akkor ezzel megütnek. Ha én oldalra tolom ki, akkor meg kinyitom magam, és ezért nem üt. Ezért van, hogy két erőt használok. És ez működik. Jó? Ugyanez van ennél is. Van egy lefelé ható, a könnyéknél meg egy hátrafelé ható erő. És ez összeadódik. Igen. Éppen ezért, amikor megcsinálod a hüenszáot, ugye itt még feszül. A felkart nem mozog. Azért, hogy az alkalizmokat jól megdolgozd. Hát ez itt feszül. Ez ott feszül, igen. Na most itt egy picit ellazítod. Nem kell lejteni, csak egy picit ellazítod. Igen. És innentől van egy kis csukló lefelé,
Tehát olyan, hogy tartnánk, hogy megy lefelé, a könnyék meg hátra. És hozod ide hátra. Ugye lehet látni olyan gyakorlatokat, megcsinálja a handstand-ot, és akkor így zárja a kezdet, és így húzza hátra. Más iskolátnál is láttam, Lomester tanította nekem. Ez nem a forma, nem az alkalmazás, ez abba segít, hogy a fogásod erősebb legyen. Hát ez csak egy gyakorlat, hogy lehet így is, hogy amikor megcsinálsz a handstand-ot, akkor így, ahogy viszed be a kezed, akkor ezt így új percenként hajlítod be, és ettől lesz olyan a kezed, hogy megfogod a csuklóját, és akkor csorog el a víz. De nem az a cél, hogy erősen fogjuk, tehát soha. Megfogom a kezed, akkor én puhán fogom. Miért? Hát, hogy tudja reagálni. Pontosan, ha ezzel a kézzel egy másik kézzel ütsz, akkor tudjak reagálni. Ha ezt nagyon mereven feszesen fogom, akkor nem fogok tudni időben reagálni. Nem tudom elengedni. Jó? Ezért használja a Vincson azt, hogy sokszor nem is így fogunk, tehát nem így foglak körbe, hogy így, mert ezt nagyon nehéz elengedni, mert a hüvelykujj és a mutatókujj nagyon erősen tud fogni, mert lassan old a fogás. Hanem ez a kettő, vagyis ez a három ujja fogok, ez a kettő vagy hozzásérni, most már sokszor hozzáérintem, de csak hozzáér, tehát ha most az érzés alapján, hogy hozzád ér, de nem szorít, ez a három szorít. Most próbáld kirántani a kezedet. Tudok ütni. Ha itt vagyok és kirántod, nem tudok ütni, és ha gyorsan jön az ütésed, nem tudok igazán reagálni. Ha itt fogom, ahogy érzem azt, hogy kiszabadult a kezed, tudok rá reagálni. Tehát ha így fogom, és megcsinálsz a rántolást, ez a rántolást, ja, akkor bajba vagy, mert nem tudom elengedni. Ha én csak ezzel három ujjal fogok, akkor simán elengedem, és lesz vele egy védés. Jó? Oké. Tehát ejted le, hozod hátra, pénzszálló, jön le egész idáig, lazán közben hallik a könyök. Ugye, ahol van a csípőlapát, annak a felső harmadához húzol. Körülbelül magasságra kell érkeznie. És innen fölemeled. Miért ide húzunk? Ha nagyon fönt hozom, akkor gyakorlatilag ide tudok csak húzni. Ha nagyon mélyre akarok, akkor meg hosszú az erő, akkor nincs benne erő. Ez az a magasság, vagy mélység inkább, ahova ideálisan viszont nagy erőt tudok kifejteni, és viszont hosszan tudok meghúzni. Jó? Hát azért ide húzzuk a kezünket. Igen. Amikor itt meghúztuk, és ide fölfordítom, ezt ugye arra is használjuk, jön egy ütésed. Belevédek, húzom lefelé, meghúzlak, és innen, ahogy húztolok, akár ezzel pákszóval rátámasztok, itt már csobarom föl. Tehát maga ez nem is igazán húzás, tehát a mozgásban lévő kezedet kihasználom, itt te meg tudnál ütni, de hogyha én ezt ide fölviszem, már tudsz jönni. Tehát gyakorlatilag maga ezzel a mozdulattal csavarom a kezed, másik kézzel, hogy látszódik a kamerában. De ahogy belevédtem, jön, te még erőt adsz előre felé. Ezt azért kihasználom, az irányát megváltoztatom, és innen fogom becsavarni. Ha ezt nem teszem, akkor persze belemehetsz könnyékkel. De én ezt már fogom tudni vinni. Látszódás lefelé. Jó vizítás gyakorlat. Igen, jó vizítás. Jó? Tehát minden egyes pici részletnek megvan a maga értelme. Igen.